Weboldalt és mobiltelefonos applikációt hozott létre Maros megye kulturális és turisztikai értékeinek népszerűsítésére a Visit Maros Egyesület. Ezek 173 látnivalóról tartalmaznak adatokat román, magyar és angol nyelven. Maros megyei elöljárók és intézményvezetők jelenlétében mutatta be a Visit Maros Egyesület a megye turisztikai látványosságait népszerűsítő honlapját és mobiltelefonos applikációját. Ezeket négy fő kategóriába sorolták: épített örökség, séták, legendás helyek, valamint természeti kincsek és szabadidős tevékenységek. Rengeteg potenciálja van a megyének, balneológiában, a kulturális turizmusban, de én azt gondolom, hogy rá kell nekünk valamilyen szinten készülni. Én nagyon optimistán várom azt, hogy autópályánk lesz, abban a pillanatban megváltozik egy csomó minden. Egy dolognak vettem én mindig magamat alá, és az egész munkát a lányok szoktak mosolyogni, mindig vendégészakát kérlek tőlük, hogy akkor ezt majd ezt hogy fog konkrétizálni, ebbe kell gondolkozni, vendéget kell hozni, minél többet. A Visit Maros Egyesületet a Maros megyei tanács hozta létre 2017-ben két alárendelt intézményével, a Maros megyei múzeummal, valamint a Maros megyei hegyi mentőszolgálattal közösen. A működtető szerint az applikáció létrehozása csak a kezdet. Ez egy olyan platform, amelyet állandóan bővíteni lehet, tehát gyakorlatilag a végtelenségig, és nagyon sok munka van még vele ahhoz, hogy ezt bővíteni lehessen. Ezt, ami nagyon fontos megemlíteni, hogy ingyen használhatja bárki, és erre a Maros megyei önkormányzat finanszírozza, hogy ez tovább ez az egyesület létezzen, tovább ez az egyesület a Maros megye promoválásával foglalkozzon. A Maros megye telefonos applikációját az iOS-es és az androidos okostelefonokra is le lehet tölteni. A fejlesztők arra kérik a felhasználókat, hogy népszerűsítsék az ingyenes szolgáltatást, és észrevételeikkel forduljanak az egyesülethez. Országos szinten Maros megye az ötödik a turisták számának tekintetében. A szakemberek szerint azonban még ennél is nagyobb potenciál rejlik a megyében.